Emlékezés, 120 éves a Vasi Víz ZRT. Ebből az alkalomból fát ültettek a Csónakázótó partján. A társasága a jubileum tiszteletére programsorozatot szervez. Együttműködés megújította kapcsolatot a Város és a Szavária Egyetemi Központ. Újabb fejlesztések előtt áll a felsőoktatási intézmény. Felújítás. Jelentős energiamegtakarítást eredményezhet az élelmiszeripari iskola kollégiumának korszerűsítése. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Merklin Ferenc. Jó estét kívánok! Enyves égert ültettek szerdán a Csónakázótó partjára a Vízvilágnapja alkalmából. Ez egyben a 120. születésnapját ünneplő Vasi Víz ZRT jubileumi programsorozatának első eseménye volt. A Csónakázótó és környéke Szombathely zöld szíve. A természet közeliség az egyik oka, amiért a Vasi Víz ZRT úgy döntött, itt ültet fát a Vízvilágnapja alkalmából. A zöld infrastruktúrát azért említettem, mert azt gondolom, hogy három fontos ismérő van. Az egyik az a jobb levegőminőség, ugye itt a Csónakázótónál ez tapasztalható, a vízminőség, amikor a vasi-vasembert szervezzük, azt gondolom, hogy tapasztalhatják a futók, illetve az ide látogatók, hogy csapvízzel bővelkedik a terület, és hát az emberi környezetnek a pihenő része. Aki fát ültet, az bízik a jövőben, mondta Puskás Tivadar polgármester, ugyanakkor az esemény apropója a múltba tekint. 120 éve döntöttek Szombathelyen a vezetékes ivóvízrendszer kiépítéséről. Hende Csaba országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy hamarosan jelentősen megtisztul a Csónakázótó vize. A környezetünk védelme is jelentősen előbbre lép a dozmati víztározóval, és remélem, hogy hamarosan Szombathely levegő minősége is olyan lesz, amilyet remélünk és amilyet szeretnénk. Az elültetett enyves éger kedveli a nedves környezetet, a vízpartot. A park fenntartó azért is javasolta ezt a fajtát, mert jól illeszkedik a tájba. Újabb képzések és infrastrukturális fejlesztések előtt nyílt meg a lehetőség a Szavária Egyetemi Központban az ELTE-hez való csatlakozással. Az ország legrégebbi egyeteme és a város megállapodásban rögzítették, hogy a jövőben is együttműködnek mindkét fél javára. A Szavária Egyetemi Központ 2017. februárjától az ELTE-hez tartozik, ezért újította meg a város a korábban a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel kötött együttműködési megállapodást. Az integráció mindkét fél számára előnyökkel jár, hangsúlyozták a város és a felsőoktatási intézmény vezetői. Olyan képzések jelentek meg az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem amúgy is nagyon széles portfóliójában, amelyek eddig nem voltak jelen, ilyen például a műszaki képzés. A műszaki képzés révén a kormányzat által elvárt duális képzési forma, valamint az egészségtudomány, a sport és sporttudomány olyan lehetőségeket biztosít, ami korábban nem volt meg. A képzési paletta bővülése megfelel a munkaerőpiaci igényeknek, de a város hosszú távú jövőjét is meghatározza, hogy a világ egyik tudományos centrumának minősülő ELTE részévé vált a Szombathelyi Kampusz, mondta a város országgyűlési képviselője. A gépészmérnök képzést még nem az ELTE keretei között határoztuk el, de szombathelyi akaratból, és ha úgy tetszik, akkor Sopron ellenében sikerült ezt megoldanunk. Azonban az integráció mára olyan igen értékes gyümölcsöket is hozott, amilyen például a 8 szakon meginduló középiskolai tanárképzés. A minőségi képzést és az oktatás feltételeinek javítását a város is támogatja. Az olyan egyetemi igényeket, amely az oktatókra vonatkozik, amely az itt lévő hallgatóknak az elhelyezésére vonatkozik, igyekszünk teljesíteni. Az ELTE-hez történt csatlakozás óta minden eddiginél nagyobb fejlesztési forráshoz jutott a Szavária Egyetemi Központ. Ez a tanár és műszaki képzésen túl a sport és a gazdaságtudományi területen is újabb lehetőségeket jelent. Eddig egy 2,8 milliárd forintos kontingens van alattunk, és újabb 300 millióban gondolkodunk már, ami azokat a már a szerződésben lefektetett elveket fogja kibontani technikailag is, amiben most a várossal is megállapodtunk. Az együttműködési megállapodást az ELTE rektora és kancellárja, valamint Szombathely polgármestere és országgyűlési képviselője látta el kézjegyével.
Mérföldkőhöz érkezett a Romkert mozaik padlójának restaurálása. Díjat kapott Kelbert Krisztina. Újabb kiállítás nyílt a képtárban. Szép korút köszöntött a polgármester. Rövid hírekkel folytatjuk. Látványos fázisához érkezett a római kori mozaik restaurálásának folyamata, a munkálatokat Puskás Tivadar polgármester is megtekintette a helyszínen. A tisztítást és a dokumentálást követően a felületre gézanyagot ragasztottak, ez tartja egyben a mozaik szemeket, annak ellenére, hogy a régi habarcs már szétmállott. Az egyes részeket megjelölték, majd nagyobb darabokban felszedték, hogy a Szavária Múzeum raktárába szállíthassák. Ezt követően konzerválják és restaurálják a műemléket. Az új védőépület elkészültével a mozaik visszakerül az eredeti helyére. Kelbert Krisztina történész, a Szavária Múzeum muzeológusa kapta az idei Múzeum Café díjat. A múzeumi szaklap kuratóriuma két korszerű szemlélettel létrehozott kiállítás és egy katalógus létrehozásáért ítélte oda az elismerést. A Fényérzék személyes című tárlat Szombathely 19-20. Századi történetét, míg a Szemtől szemben kiállítás és a hozzá kapcsolódó kötet a város egykor virágzó zsidó közösségének életét ragadta meg újszerű módon korabeli fényképek százainak segítségével. A díjat a Múzeum Café főszerkesztője Gréci Emőke adta át Kelbert Krisztinának a Szavária Múzeumban. Relációk címmel nyílt meg a Művészeti Szakgimnázium kiállítása a Szombathelyi Képtárban. Az intézmény a képző és iparművészeti tagozat tavaly készült legjobb munkáiból és a 2017-ben végzett növendékek szakmai vizsgamunkáiból válogatott a tárlatra, amelyet Veres Ferenc művészettörténész ajánlott a közönség figyelmébe. A megnyitón vette át a bíró Anita díjat a tanulmányait legjobb eredménnyel záró textilszakos Lóvenyák Nikolett, és emlékplakettel köszönték meg a szobrász tagozatnak nyújtott támogatást Horváth Zsolt cégvezetőnek. 95. születésnapja alkalmából köszöntötte Neválovics Márknét Puskás Tivadar polgármester. Jolán néni Szombathelyen született egy 6 gyermekes családban, már csak egy testvére él. A 4 elemi osztályt az apácáknál végezte el, a 4 polgárit a Faludi Ferenc utcai iskolában. Először a cipőgyárban helyezkedett el, majd a Remixben. Innen ment nyugdíjba. 2-szer ment férjhez, első házasságából 4 gyermeke született, akik közül már csak 2-en élnek, lánya az USA-ban, fia pedig Szombathelyen. Vele és unokáival nagyon jó a kapcsolata, rendszeresen látogatják. $75 millió újult meg az Élelmiszeripari és Földmérési Szakgimnázium és Szakközépiskola kollégiuma. Kicserélték a nyílászárókat, új szigetelést kapott az épület födémrendszere és a falak is, a tetőre pedig napelemek kerültek. A korszerűsített kollégiumot kedden délután adták át ünnepélyesen. Minden álmunk megvalósul. A művészeti gimnázium diákja az álmok megvalósulásáról énekelt a megújult kollégium avatóján. Az ünnepségen Hende Csaba országgyűlési képviselő elmondta, ahhoz, hogy a fiatalok álma valóra váljon, szükség van a családra, a jó oktatásra és a biztonságot adó országra is. Közel 100 éves ez az iskola. A Vasmegyei Agrárszakember képzésnek ez egyik fellegvára. Az egész megyéből, sőt a Dunántúl más területeiről is jönnek ide diákok, és ezért a kollégium az a maga 100 férőhelyével az iskola életének egyik alapvető feltételei. Az iskola fenntartója a Földművelésügyi Minisztérium, a 40 éve épült kollégium pályázati forrásból jelentős energetikai korszerűsítésen esett át. Országos szinten a 62 intézményben, amely az FM fenntartásában működik, több mint 7 milliárd forintot tudtunk hasonló beruházásokra fordítani. Ugye itt a környéken most 3 iskoláról beszélünk. Szinte egy időben készültek el a Vépi mezőgazdasági, a Szombathelyi Herman, valamint az Élelmiszeripari Iskola energetikai beruházásai. Szombathely polgármestere mindig örül, hogyha Szombathely fejlődik. Most azt láthatjuk, itt az iskolának megújult a kollégiuma. Természetesen az intézménynek vannak még
más épületei is, úgyhogy remélem ezek az épületek is megújulnak majd. Nyilván az elkezdett úton tovább kell menni, és akkor utána a fejlődés meg lesz. Kicserélték a kollégium elavult nyílászáróit, leszigetelték a padlásfödémet, és új homlokzati hőszigetelést kapott az épület, a tetőre pedig napelemek kerültek. A télvíz idején fejeződött be itt ugye felújítás, és ugye hát éppen mostan február meg a március is idegek voltak, de én számítok legalább egy olyan 20-30%-os energia megtakarításra, és akkor még a napelemrendszert nem tudom, hogy mennyit fog pluszba hozni nekünk. Az élelmiszeripari 3 éve nyerte el az ökoiskola címet, ezért is fontos, hogy az energiahatékonysági beruházással hozzájárulhatnak az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez. Átadták a Földművelésügyi Minisztérium Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziumának kollégiumát. Az intézményben olyan energetikai beruházások valósultak meg, amelyek növelik a diákok komfortérzetét és elősegítik a fenntartási költségek csökkenését. A Földművelésügyi Minisztérium kiemelt feladatának tartja intézményeinek korszerűsítését. Az egyes épületek, iskolarészek, kollégiumok állagának leromlásával szükségszerűvé vált ezek felújítása, hangzott el az ünnepségen. 3 tagintézményünk is részesült energetikai korszerűsítésben, ez a kaposvári, a lengyeli és a pinki tagintézmények. A 3 beruházás összértéke több mint 353 millió forint. Ebből az összegből a Vépi iskola 137 millió forintot kapott, amelyet a kollégium felújítására fordítottak. Itt az energetikai pályázatunk következtében nyílászáró cserére került sor, tehát ablakokat, ajtókat cseréltünk, külső szigetelést sikerült beépítenünk, illetve a kollégium egyik szárnyán a padlástér szigetelésére került sor. Ezáltal komfortosabb lett az épület a diákok számára, és csökkentek a fenntartási költségek. A kollégiumban jelenleg 160 diákot tudnak elhelyezni 3 szinten. Többségük vasmegyei, de vannak zalaegerszegiek, veszprémiek, valamint Győr-Moson-Sopron megyéből érkező tanulók is. A térség országgyűlési képviselője szerint a beruházás nagy előrelépést jelent az Észak-Vasmegyei agrárképzésben. A mezőgazdasági gépészképzés komfort fokozata az nagyban nőni tudott. Ne felejtsük el azt, hogy ez a mezőgazdasági gépészképzés Nyugat-Dunántúlon olyan nevet szerzett magának, amire azt gondolom, hogy az intézmény joggal büszke rá. Büszke rá Vép is, büszke rá Vasmegye is. Az iskola az elmúlt 2,5 évben több mint 300 millió forintnyi uniós támogatáshoz jutott, amelyet az intézmény energetikai korszerűsítésére fordítottak. Győzelemmel kezdte a rájátszást a Svitelszki Haladás VSE NB1-es futsal csapata. A szombathelyiek szoros első félidőt követően 6-2-re verték az Aramis együttesét az Aréna Szaváriában lejátszott mérkőzésen. Néhány hete az alapszakasz 17. fordulójában 8-1-es vereséggel küldte haza a Haladás futsal csapata az Aramis gárdáját. Ehhez képest a rájátszás első játéknapján alaposan megszenvedtek a szombathelyiek a Budaörsi együttessel. Az első félidőben nem is tudtak előnyt szerezni Túlzó József tanítványai, ugyanis ez a játékrész 2-2-re végződött. Szerencsére térfélcserét követően már érvényesült a papírforma, és a vasi zöldfehérek egy 6-2-es győzelemmel gyűjtötték be a nagyon fontos 3 bajnoki pontot. Nagyon nehéz meccs volt, mert az utolsó meccsünk az Aramis ellen 8-1-re végződött. Ugye ők úgy jöttek ide, hogy mindenféleképpen vissza szeretnének vágni. Nagyon kemény volt a játék, az első félidőben sok hibával játszottunk. A mester összeszedte a gondolatait bent, fél időben helyre tett minket, második fél időben úgy jöttünk, hogy mindenféleképpen meg kell nyerni a mérkőzést. Szerintem a csapat nagyon küzdött, csapatként nyertünk. A Haladás csapata az elmúlt időszakban rendre remek játékkal szolgálta ki a lelkes közönségét. Ezúttal azonban mérsékeltebb teljesítményt nyújtott Túlzó József legénysége, de szerencsére ez is elég volt a magabiztos sikerhez. Rossz attitűddel is jöttünk ki, tehát nem volt meg az erőszakosság bennünk, amit az elmúlt időszakban jellemzett minket. Valahogy tompának éreztem a csapatot. Nem mondom, hogy rendeztük a sorokat, hiszen hétközben beletettük a munkát. Én úgy éreztem, hogy ma nem fogunk jól játszani. Volt is egy kicsit szerencsénk. A Haladás győzelmének köszönhetően már 7 ponttal áll a tabellán, azaz menetel a nagy cél a bajnoki döntő felé. A szombathelyek legközelebb csütörtökön 18:30 perckor lépnek pályára a sereghajtó Bőny otthonában.
A mérkőzést a győri Magvasi sportcsarnokban rendezik. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! We'll be right back.